ünnepélyes zászlófelvonással kezdődött az idei stafétafutás, melynek célja, hogy futással emlékezzenek nemzetünk hőseire, különös tekintettel a két világháború vitézeire és katonáira, valamint az 56-os forradalom 62. évfordulójára. A stafétafutást már 16. alkalommal rendezte meg a Magyar Nemzetőrség Győr-Moson-Sopron megyei szövetsége és a győri önkormányzat, a győri öreg cserkész baráti kör és a vitézi rend támogatásával. Két fontos eseményről emlékezünk meg. Egyrészt a első-második világháborús hős vitézeinkről, akiknek ez a vitézi emlékmű itt 2014-ben ugye fel lett avatva, és ugyanakkor 1956-nak a mártírjairól, hőseiről. Ez egy rövid megemlékedés, ami után egy résztvevő középiskolák diákjai 5, illetve korábban 10 fős csapatokban staféta futással teszik le a névjegyüket. 3, 2, 1, start! Győri szak középiskolák diákjai álltak rajthoz a BEM-téri futópályán, akik a csapatok sorsolása után kettesével, egymással és az idővel versenyt futva adták át egymásnak a stafétabotot. Valamennyi győri középiskolát megszólítottuk, összesen 12 iskola vesz részt, és a résztvevő, van ahonnan két leány, két fiú csapatot indítottak, de van ahol csak egy fiú vagy egy lány csapatot, attól függ, hogy mi az összetétel, illetve mit láttak célszerűnek az igazgató urak és hölgyek, és összesen 25 csapat vesz részt. A 25 induló csapat között a vitézi rend csapata is képviseltette magát. A 25 csapatból az egyik egyébként az a vitézi rendnek a csapata, akik hát demonstrálva a támogatásukat és hát egy fiatalos kedvel szintén részt vesznek itt a staféta versenyen. A győri staféta fővédnöke vitéz Horváth Csaba, a jogfolytonos vitézrend magyarországi törzskapitánya. A győztes csapat egy évig birtokolhatja a vándordíjat, Sima Bandi szobrászművész alkotásának márvány másolatát.